A légkulcs hangja korán reggel egy nagy kálói gumiszervízben. Sorra érkeznek az autók, csak többnapos előjegyzés alapján tudják a szakemberek elvállalni a gumicseréket. Ennek oka többek között, hogy szinte egyik napról a másikra beköszöntött a jó idő, és az időjárás előrejelzések nem mutatnak az elkövetkezendő időszakokra már mínuszokat. Így azonban a gépkocsi tulajdonosoknak kisebb anyagi kiadással kezdődhet a nyári szezon. Ugye már a mai világban már eléggé figyelgetik azt, hogy a téli gumit már érdemesen lecserélni ilyenkor, és érdemes, és már sokan figyelgetik ezt. Ugye van, amikor általában hosszabbra nyúlik ez a csereidőszak, most például nem nyúlik hosszabbra, hanem hihetetlen, ugyanúgy, mint a télen, megválják az első havat, és akkor utána bolond a háza, és akkor figyelgetik, hogy cserélni kell a gumit. Ugye, mivel téli gumival, aki később cseréli a téli gumit, ugye aznak hosszabb a féktávja. Egy. Kettő, nagyobb az üzemanyag fogyasztása az autónak, és ugye a fékútja is sokkal hosszabb, mivel téli gumi az puhább, és így megnő a féktávolság. Nagy fejtörést okoz a gumicserék időszaka az autó tulajdonosoknak, hogy használt vagy új gumiabroncsot cseréljenek-e a gépjárműven. A szakemberek azt mondják, elsősorban ne a márka és az ár alapján hozzunk döntést. Az új gumiabroncsok mellett persze még mindig számos érve áll, mint a hosszabb élettartam és a puhább szerkezet. Ha nem tudja a pénztárca megengedni, hogy vegyen négyet, akkor azt tudjuk javasolni, legalább kettőt vegyen, két újat, és akkor egy-két éven belül megint tud venni legalább két újat, és akkor négy új gumija van, nem egyszerre költött rá, hanem évek során, egy-két éven belül, és akkor nyugodtan tud vele járni. Ugye a használt gumiknak az az átkán, ugye, hogy idősek. Kincse azért veszik le külföldön, mert hogy olyan sok pénzük van, hanem ők már nem használják, mert fel van keményedve, öreg a gumi, itthon még azt hiszük, hogy nekünk nagyon jó még az, de közben nem, mert hiába van még 70-80%-os állapotú mintája, de fel van keményedve. Hosszabb lesz ugyanúgy a fékútja, vízen jobban fog csúszni, ilyen tényezők. Amennyiben gumiabroncs vásárlása kerül a sor, érdemes végig gondolni egy évben hány kilométert fut az autó, hiszen így akár egy olcsó megoldással is biztonságosan közlekedhetünk az utakon.